Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Most egy rövid videót fogok csinálni hétvégére. Mi a legfontosabb, amit most tudnod, érdemes, amire érdemes odafigyelni? Megnézzük a Rejtett Birodalmak bölcsessége kártya, orákulum kártya üzenetét, erre választ kérve, illetve egy tarókártya üzenetet, hogy hogyan érdemes hozzáállni ehhez a témához. Nagyon szépen köszönöm nektek a sok feliratkozást, azt, hogy írtok nekem visszajelzést, követitek a munkámat. Ezek általános iránymutatások, ezt mindig el szoktam mondani. Azt vedd belőle figyelembe, ami számodra hasznos. Ha nem érzed teljes értékű információnak, akkor érdemes meghallgatni a többit is. Sokszor így általánosságban a három együtt tud üzenni olyat, ami aztán hasznos lehet, hogyha alkalmazod a mindennapok során. Kérhettek egyéni iránymutatást is, azok természetesen személyre szabottak. Ezt a videó alatti e-mail címen, vagy a Varázslatos Tarot Üzenetek Anitól Facebook oldalon keresztül, Messengeren keresztül kérhetitek. Az egyéni kártyás tanácsadást azt kérhetitek Theta Healing letöltésekkel. Ott a letöltésekkel meg tudjuk erősíteni azt a pozitívat, amit a kártya mutat, illetve fel tudjuk oldani a negatívat. Ha komolyabb gondot észleltek, elakadásotok van, érzelmileg problémás helyzet, kérhetek Theta Healing oldást, konzultációt. Ez egy nagyon csodálatos módszer, nap mint nap tapasztalom a pozitív hatásait, illetve a visszajelzéseitek alapján is, hogy mennyire hasznos és hatásos, hatékony tud lenni. Hogyha úgy érzitek, akkor erre is várom szeretettel a jelentkezéseteket, illetve a regressziós utazás, amiben visszamegyünk előző életekbe, megnézzük, hogy a mostani élethelyzet, a mostani szereplői az életednek, ővelük milyen volt az előző életbeli kapcsolat, és esetleg hoztatok-e valami feladatot át erre az életre, amit érdemes megoldani. Akkor nézzétek meg ezt a három kártyát, és választhatok közülük. Mi az, amire leginkább érdemes lenne most odafigyelni, mi az, amit tudnod kell, és milyen hozzáállással érdemes viszonyulni ehhez a témához. És akkor nézzük az elsőt. Évszak nővérek, és hogy hogyan érdemes ehhez hozzáállni, ez pedig a kiegyenlítődés lapja. Az évszak nővérek kártyán a felirat növekedés szakaszai, a természet törvényei és az isteni rend felirat van. Ezzel a kártyával azt üzenik az égiek, hogy nem érdemes semmit sietetni, el kell fogadni, hogy az életünknek is vannak különböző szakaszai. És most hétvégén a leglényegesebb ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ami most neked lényeges, ami téged most leginkább foglalkoztat, azt érdemes megnézni, hogy hol tart ez az adott dolog a fejlődésben, a növekedésben, vagy éppen a leépülésben. Az évszakoknál is ugye megfigyelhető egyfajta rend. Először a tavasz, amikor elindul minden, amikor virágzásnak indulnak a növények, a fák, kezd feléledni a természet. Aztán jön a nyár, amikor minden virágba borul, amikor minden elkezd megérni. A pezsgő energiák vannak nyáron. Ősszel a betakarítás ideje, amikor megérnek a dolgok, felkészül a természet, és hát mi emberek is a téli sötétebb napokra, a feltöltődésre, és utána a tél az pedig a pihenés, a leállás ideje. És ugyanígy mindennek megvan
a maga rendje az életünkben. Nézd meg, hogy ez a dolog, ami téged most foglalkoztat, ami neked most problémás, hogy az melyik szakaszában van. Megfigyelhetünk ilyet egy munkával kapcsolatban, aztán egy párkapcsolattal, vagy a családi életünkkel, különböző helyzetekkel kapcsolatban is. Ezzel a kártyával azt üzenik, hogy ne próbálj átugrani olyan időszakokat, amit meg kell élni, amire nincs ráhatásod. Nem tudunk a télből egyből átugrani a nyárba. Nem tudunk kikerülni olyan szakaszokat, amit meg kell tennünk annak érdekében, hogy fejlődjön az a dolog. Az isteni rend felirat is erre figyelmeztet, hogy nézd meg azt, hogy most van itt az ideje annak, amit meg szeretnél valósítani, és hogyha azt látod, hogy még nem állnak készen a körülmények, vagy te nem állsz még készen erre, vagy esetleg, ha van ennek másik szereplője, ha egy párkapcsolatról szól, akkor ő nem áll készen esetleg, vagy ő még nincs azon a fejlődési fokon, amin esetleg te vagy, és akkor ezt nem tudod siettetni, nem tudod befolyásolni. És hogyha ez ellenállást vált ki belőled, akkor felborul az egyensúly, a harmónia benned. Tehát hagyd, hogy maguktól is történjenek a dolgok. A maguk ritmusában, amire van ráhatásod, természetesen azt tedd meg, de ne erőltess semmit. És hogy hogyan érdemes hozzáállni ehhez? Ott a mértékletesség lapja van, és ott is benne van ez, hogy türelemmel legyél, mert lassan átalakulnak benned is az érzések, a gondolatok. Figyelj nagyon az érzéseidre, figyelj befelé, ne erőltess semmit. Az évszaknővérek is figyelmeztetnek, hogy legyél türelmes, mert hogy mindennek megvan a ritmusa. És negatív esetben van, amikor hajlamosak vagyunk átugrani egy-egy bizonyos fázist abban az adott dologban, főleg, hogyha érzelmileg vagy érintve ebben a bizonyos dologban. És akkor viszont olyan, minthogyha egy házépítésnél például kihagynának egy-egy fázist. Az alapozás a leglényegesebb egy házépítésénél. Hogyha az alapoknál baj van, és ez minden életterületre igaz, akkor amit ráépítesz, az sem lesz stabil, és az sem lesz hosszú távú. Tehát figyelj oda arra, hogy most melyik szakaszban tart ez a bizonyos dolog, amire gondoltál, amiről kérdeztél, és akkor már tudni fogod, hogy mi a következő szakasz. És hogyha bízol a gondviselésben, az isteni rendben, hogy a lehető legjobbkor fog megérkezni az, amire neked szükséged van, és hogy azt te észre fogod venni, és ráhangolódsz erre a ritmusra, akkor tudod a legtöbbet tenni. Arra is figyelmeztetés ez a kártya, hogy ne okvetlenül a lehető legrövidebb és leggyorsabb utat válaszd. Tehát tudj várni is, tud kivárni a lehetőségeket is. Lehet, hogy most a pihenés időszaka, a feltöltődés időszaka hoz neked a legtöbbet ebben az adott kérdésben. És akkor tudj pihenni, tudj leállni türelmesen. De lehet, hogy abban a szakaszban van az a dolog, amire kérdeztél, hogy már tenni kell, és cselekedni kell. És akkor pedig pont az a dolgod, hogy mindent megtegyél ennek érdekében. Ezt mindenki saját maga döntse el, hogy amire vonatkozik a kérdésed, hogy az melyik szakaszban van. És hát a hozzáállásként a mértékletesség azt is tanácsolja, hogy nagyon figyelj magadra, és figyelj az egyensúlyra, a helyes mértékre. És nagyon összefügg ez a két kártya üzenet, én úgy érzem, mert az évszakok változása is, illetve a ciklusok az életünkbe, azok is egy meghatározott rend szerint működnek kiegyensúlyozottan. Amikor van olyan év, hogy kimarad a tavasz, sokszor volt már ilyen, hogy volt a tél, és egy héten belül meg 30 fok lett, és ezt a szervezetünk is mindig megérzi.
az óra átállítást is megérezzük, mert van egy bioritmusunk, egy természetes rendje a szervezetünknek, és ebbe úgy beleszólnak az ilyen dolgok, és ez nem jó, ez valamilyen szinten az egyensúlyunkra hat. És a mértékletesség lapja pont erre utal, hogy legyen meg a helyes mérték. A pihenés után cselekedj, tegyél annak érdekében, amit szeretnél, és amikor tettél és elfáradtál, akkor legyen időd a pihenésre, a feltöltődésre. És ha ezt a ritmust tudod tartani, és figyelembe veszed a természetes rendjét is az eseményeknek, akkor tud fejlődni. Ezt gondoljátok végig elsősorban, ezzel a kérdésetekkel kapcsolatban, hogy hol áll most ez a dolog, minek a szükségét érzitek, a cselekvésnek, az előkészítésnek, a szüretnek, vagy éppen a pihenésnek. És az egészséges egyensúlyt megtartva, türelemmel kivárva, hogy a külső körülmények is tudjanak változni, így tudsz majd ebben a kérdésben előrelépni. Ez volt az első kártya. Nagyon szép hétvégét kívánok nektek, és köszönöm szépen a figyelmeteket. Nézzük a második kártyát. Bölcs, szárnyas lények, és a kelyhek négyes lapja, ami mutatja, hogy hogyan érdemes hozzáállni. A bölcs, szárnyas lények feliratú kártyán angyali támogatás, csodálatos segítség felirat van. Ez egy nagyon szép és nagyon pozitív kártya. Arra utal, hogy most figyelj oda arra, hogy kérd az angyali segítséget. Az angyalok csak akkor tudnak segíteni, hogyha kérjük őket, nem avatkoznak kérés nélkül az életünkbe. Kérd az angyalok segítségét ebben a dologban, amiről most kérdeztél, ami most a legfontosabb számodra. Az angyalok nagyon sokféleképpen tudnak segítséget nyújtani, és nagyon sokféleképpen tudnak beavatkozni az életünkbe pozitív módon, hogyha kérjük, és hogyha összhangba vagyunk velük, hogyha rájuk tudunk hangolódni. Mindig összhangban segítenek a gondviselés terveivel. Az élet terved megvalósítását is tudják nagyon szépen segíteni. Nagyon lényeges, hogy bízz ebben a segítségben. Erősítsd a hited, hogyha kételyek lennének benned ezzel a hatalmas erővel kapcsolatban, ami mindig ott van a rendelkezésünkre áll, és ezért szeretem nagyon a Theta Healinget, mert ehhez az erőhöz lehet kapcsolódni, ezt a csatornát tudja megnyitni közöttünk a Teremtővel. Tehát, hogyha te magad nem hiszel és nem bízol abban, hogy ez működik, és hogy ténylegesen meg tudod ezt a segítséget kapni az angyaloktól, akkor nem is tudnak segíteni úgy az angyalok. Tehát erősítsd a hitedet, bízz abban, hogy a lehető legjobban tudnak segíteni. Kérj angyali üzenetet. Az angyalok nagyon sokféleképpen tudnak üzenni nekünk. Ismétlődő számokat láthatsz, a számoknak van angyali jelentése. Aztán érkezhet egy üzenet, hogy megszólal egy olyan zene, ami kétséged nincs afelől, hogy mit jelent a számodra. De lehet ez egy felirat például egy plakáton. Tudni fogod azonnal, hogy az neked szól. Legyél nyitott is erre. Nem kell különösebben ésszel keresgélni azt, hogy most hol van az az angyali üzenet. Általában akkor szokott megérkezni, amikor nincs bennünk az akarás, nincs bennünk a görcsölés, hogy meg tudjuk látni azt az üzenetet. És aztán nagyon lényeges ennek a kártyának az üzenete, hogy ha megkapod az ő segítségüket, akkor tegyél is azt szerint. Nagyon sokszor van az, hogy intuíció formájában üzennek az égi lények, és az intuíciónkat meghalljuk, ez egy nagyon halk belső hang, és aztán mégsem azt szerint cselekszünk, mert az észérvek alapján más az, amit mi elképzeltünk erről a
dologról. És akkor ez felülírja, mert aztán az első gondolat még az intuíció lehet, de utána pedig már mikor vannak következtetések, vannak nézőpontok, előző ítéletek, előző megtapasztalások alapján feltételezések, akkor az már felül tudja írni az intuíciónak a hangját. Legyél nagyon tudatos az érzéseidre, a gondolataidra, mert akkor tudnak üzenni neked, akkor tudod megkülönböztetni a te nézőpontjaidat, a te ítéleteidet attól, amit föntről üzennek segítségként. És hogy hogyan állj hozzá ehhez a dologhoz, amiről kérdeztél, amire most érdemes kérni az angyali segítséget, ez a kelyhek négyes lapja. A kelyhek négyes lapja az azt jelenti, amikor elégedetlenek vagyunk egy helyzettel, sokkal többet szeretnénk abból az adott helyzetből kihozni, mint ami most lehetségesnek látszik. Látszik is ezen a kártyán, hogy ilyen unottan ül ez a lány, és általában azt is jelzi a kelyhek négyes lapja, hogy nem vesszük észre a további lehetőségeket. Bele vagyunk ragadva egy helyzetbe, és ahelyett, hogy észrevennénk a pozitív oldalát, azt figyeljük, hogy a negatív az miért negatív a számunkra. Vagyis azt is üzeni ez a kártya, hogy egy kicsit nézd meg azt, hogy mik az elvárásaid ebben a helyzetben, mi az, ami már megvalósult ebben a helyzetben, és tudj örülni annak, ami már megvalósult. És hogyha nem arra fókuszálsz, hogy mi az, ami nincs, akkor meg tud jelenni a lehetőség. Ha arra fókuszálsz, hogy mi az, amit még tudnál tenni ennek érdekében, akkor észre tudod venni, hogy mik ott még a további lehetőségek. Itt a fókusz az nagyon lényeges. Aztán az is, hogy ne ülj benne a szomorúságba, ne erősítsd magadat a szomorúságban azzal, hogy még egyszer átgondolod, hogy mi volt, ami nem jó, még egyszer számba veszed azt, hogy miért hiányzik valami, és akkor a hiányra összpontosítasz, hanem hogyha kimozdulsz ebből az állapotból, és a sikerre hangolódsz, bármilyen témáról legyen is szó, ha azt látod magad előtt, amit szeretnél, ha arra keresed a megoldásokat, és arra kéred az angyalok segítségét, akkor meg tud indulni ez az egész folyamat pozitív irányba. Tehát kérd az angyali segítséget elsősorban, és utána pedig nézd meg azt, hogy mik voltak itt az elvárásaid, mi az, ami esetleg nem úgy működött, ahogy szeretted volna, mi az, ami viszont már megvalósult ebből, és legyél hálás azért, ami már megvalósult, és utána pedig nézd meg, hogy akkor most merre tovább. És ehhez, hogyha megkapod az angyalok segítségét, akkor egyre inkább ki tudsz lépni ebből a kelyhek négyes által jelzett állapotból. Akkor egyre inkább rá tudsz hangolódni az angyali üzenetekre, a segítségre, egyre inkább megnyílsz a segítségre, és egyre inkább meg tudod hallani a saját intuíciód hangját is, hiszen azzal is üzennek nekünk az égiek. Lényeges lehet itt most a meditáció, minél többet meditálj, lehet különböző témákat elővenni, a te témádhoz való meditációt keres, és meg fogod látni, hogyha áthangolódsz a pozitív érzelmi irányba, ha kilépsz ebből a fajta állapotból, ez a kelyhek négyes állapot, és befelé figyelsz a belső hangodra, a belső bölcsességedre, kéred az égiek segítségét, akkor tudsz ebben most leghatékonyabban előrelépni abban az adott dologban, ami most neked lényeges és fontos. Ez volt a második két kártya. Nagyon szép hétvégét kívánok nektek, és köszönöm szépen a figyelmeteket. És akkor nézzük a harmadik
két kártyát. Szent szövetség, partnerség, romantikus kapcsolat, és a tarotkártya pedig a kelyhek lovagja. Itt most nagyon sokaknak előtérbe kerülhet a párkapcsolat, a szerelem témája. Ez a kártya azt üzeni, hogy figyelj oda most az emberi kapcsolataidra. Hogyha van párkapcsolatod, akkor itt a kelyhek lovagja üzenhet arra, hogy megnyílás a másik ember felé. Hogyha valamilyen problémátok volt egymással, akkor ez a kibékülést is jelentheti. Az, amikor túl vagytok egy negatívabb szakaszon. Akinek még nincs párja, akkor ez a Szent Szövetség feliratú kártyával üzenhetik az égiek, hogy soha nem vagy egyedül. Mindig ott van a gondviselés melletted. Mindig támogatva vagy. Csak rá kell hangolódni erre a fajta támogatásra. Ez a baráti, családi kapcsolatokat is jelképezi ez a kártya. Nem okvetlenül muszáj ugye a szerelmi témát jelentenie. Azt jelentheti, hogy nagyon lényeges, hogy odafigyelj az emberi kapcsolataidra. És ahogy ezt hallgatod most, aki legelőször eszedbe jutott, lehet az barát, lehet az szerelem, lehet az kolléga, aki most először eszedbe jutott, nagyon lényeges lenne, hogy azzal a kapcsolattal foglalkozz. Mégpedig olyan módon, hogy érzelmileg nyílj meg a másik felé. Ha eddig harag volt köztetek, ha eddig nem beszéltetek, ez a kelyhek lovagja kártya azt mutatja, hogy legyél nyitott a békülésre, tedd meg te az első lépést. Ez nem a vereséget jelenti, és nem azt jelenti, hogy azzal elfogadod azt, hogyha esetleg a másik megbántott, megsértett téged, hanem azt, hogy nem tartod tovább azt a haragot, ami ott van a szívedben. Ha azt érzed, hogy nem szeretnéd ezt a kapcsolatot folytatni, akkor is érdemes megtisztítani saját magadat ennek az energiáitól, a harag, a visszautasítás, az ellenállásnak az energiáitól, és ez a megbocsátással tud működni. Tehát esetleg akinek ilyen fajta kapcsolat jutott eszébe, akkor ott nagyon lényeges a megbocsájtás. Az igazi szerelem lapja is ez a kártya, az, amikor a teljes odafordulás, az igazi érzéseken alapuló kapcsolat létrejöhet. Tehát van, akinek ez a leglényegesebb, hogy most a kapcsolatodon dolgozz, azon az életterületen, mert hogy ez a legfontosabb most. Mindenképpen az emberi kapcsolatokra hívja fel a figyelmet ez a kártya, hogy mennyire fontos az érzések megélése az emberi kapcsolatokban. Hogyha van olyan kapcsolatod, ami nem áll úgy, ahogy azt szeretnéd, fontos lenne, hogy kimutasd az érzéseidet. Nagyon sokszor azért nem mutatjuk ki az érzéseinket, mert félünk attól, hogy sérülni fogunk ennek folytán, hogy megbánthat a másik, és ez egy ilyen falat von körénk. Viszont akkor mi sem tudjuk átlépni ezeket a falakat, és ez elsősorban saját magunknak okozhat negatív érzelmi állapotot. Tehát figyelj oda arra, hogy melyik kapcsolatodban hol állnak az érzéseid, mennyire vagytok nyitottak egymás felé. Ha még nincs párkapcsolatod, de szeretnél párkapcsolatot, akkor mi okozhatja azt, hogy esetleg nem tudsz olyan módon megnyílni egy másik ember felé. Ezek előző blokkok miatt is lehetnek, előző csalódások miatt is lehetnek, és akkor érdemes ezzel foglalkozni. Aztán azt is nézd meg a negatív oldala a kártyának, hogy van-e olyan kapcsolat esetleg, amiben viszont elnyomod az érzéseidet, és esetleg benne maradsz olyan helyzetben, ami nem jó a számodra. És erre is utalhat a kelyhek lovagja, hogy ha odafigyelsz ezekre az igazi belső érzéseidre ezzel kapcsolatban, akkor meg fogod tudni találni a módját annak, hogy abból a helyzetből, ami esetleg méltatlan a számodra, hogy abból ki tudsz majd lépni.
De ehhez is kell az, hogy tudatos legyél, hogy oda tudj figyelni. Kérheted az égiek segítségét, hiszen a Szent Szövetség az erre is utal, hogy ők mindig tudnak segíteni, ahogy az előző kártyánál elmondtam, ott az angyalok kapcsán, csak akkor tudnak beleavatkozni az életünkbe, hogyha kérjük a segítséget. De hogyha már ráhangolódsz arra a hatalmas erőre, ami mindig ott van benned és körülötted, a gondviselés ereje, a teremtő ereje, akkor már te magad is sokkal jobban meg tudod élni ezeket az élethelyzeteket, amik esetleg nem olyan jók most a számodra. Tehát nézd meg azt, hogy van-e olyan emberi kapcsolat, akár a munkában, akár a szerelemben, a családban, ahol nem igazán tudsz önmagad lenni, amiben benne vagy, mert elnyomod esetleg az érzéseidet, mert benne vagy, mert félsz esetleg a jövőtől, vagy mert egyéb indokaid vannak rá, hogy benne maradj ebben a helyzetben, és nézd át ezeket, és utána az igazi érzéseiddel nézz szembe, amit a tarókártya javasol, és aztán annak érdekében, hogy ez tudjon változni, akkor meg tudod már találni a megoldásokat is. Akkor már tovább tudsz lépni az irányba, hogy tudj változtatni ezen a helyzeten. És hogyha ráhagyatkozol erre a hatalmas erőre, a gondviselés erejére, akkor ez nagyon meg tudja könnyíteni azt, hogy bármilyen helyzetben tudj lépni, mert akkor azt érezheted, hogy soha nem vagy egyedül. Akkor tudod, hogy rendelkezésedre áll ez a hatalmas erő, amire támaszkodhatsz bármikor, akitől lehet kérdezni, akitől lehet jelzéseket kérni, lehet ráhagyatkozni arra a hatalmas tudásra, amit az angyaloknak, a teremtőnek, vagy az univerzumnak, a kollektív tudatnak nevezünk. És aztán természetesen, hogyha megkapod ezeket a tanácsokat, ezeket az útmutatásokat, akkor lényeges, hogy arra felé menj tovább, hogy használd is ezt a tudást. Ha megkapod az információt, de nem használod, akkor az egy holt tudás, az nem vezet sehova, annak akkor nem tudod a hasznát venni. Tehát lényeges az is, hogy utána az irányba cselekedj, amit üzennek neked, amerre vezetnek, amerre irányítanak. Ez volt a harmadik két kártya. Nektek is nagyon-nagyon szép hétvégét kívánok, és köszönöm szépen a figyelmeteket!